A műsor együttműködő partnere az Ázsia Center. Csoda az élet, csoda, hogy élek, csoda, hogy nevetsz, és csoda, hogy nevetek véled. Csoda az élet, csoda, hogy élek, csoda, hogy örökkön örökké csodát remélek. Napsütéses mindennapokat kívánunk Önöknek. Először Andrew Lloyd Webber Evita című rockoperájának ikonikus dalával, aminek az érdekessége, hogy ez a felvétel 1980-ban készült a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Aki Magyarországon először vitte sikerre Evitát, az nem más, mint mai vendégünk, Kovács Kriszta. Isten hozott! Kriszta, te hogy élted meg? Ez egy véletlen szerencse, vagy csak véletlen, vagy sorsszerű, hogy te találkoztál ezzel az álomszereppel? Hát később már úgy gondoltam, hogy sorsszerű, mert amikor beástam magam a szerepbe, akkor döbbenten láttam, hogy ő is május 7-i, mint én. Tehát ettől úgy kicsit, ez nagyon érdekes felfedezés volt. Amúgy, ahogy jött ez a szerep, az a sok-sok véletlen, ami adta egymást, amit már nevezhetsz sorsszerűnek is akár. Hiszen a véletlenek meccéspontja már törvényszerű, igen, mint igen, tudjuk. Igen. Hát az, hogy nem volt itt még se színház, se rockszínház, semmi nem volt, csak volt egy fanatikus ember, ez volt Miklós Tibor, aki még akkor nem tud, mindenképp akart színházat, és még nem tudta, hogy melyik lesz az a darab, de ott volt az Evita, meg többek, több darab így talomban nála, és még nem talált Evitát, és én akkor együtt játszottam Várhegyi Terézzel, az akkori feleségével, Gyulán, Gyulai nyári játékokban, és akkor mesélt ott nagyon lelkesen, hogy ő ezt akarja csinálni, de tényleg semmi nem volt még, de semmi. És akkor mondtam neki, hát mutasd már meg, megmutatta, ó, hát mondom, ezt én el tudnám énekelni. Tényleg, nő, mondta ő. És jó, kértem egy pár napot, és utána mondom, add ide a szöveget. És akkor én kicsit hallgattam, és akkor a szöveggel együtt ráénekeltem neki. És megvan az Evita, így, és akkor rögtön vitt engem a Várkonyi Atya, azok ott is végig kellett énekelni, és akkor én kicsit ugye, nem is tudom, a Tibi úgy turnézott velem, vitt, még a Szörényi Leventénél is voltunk emlékeim szerint, és akkor így eldöntötték, hogy én meglett az Evita, akkor Evitát fogok csinálni. Szóval Kriszta, te sorsszerűnek érzed, hogy megkaptad Evitát, de sorsszerűen a sorsra bíztad azt is, hogy színművészetire menjél, vagy zeneakadémiára, hiszen te gyerekkorodtól kezdve a zene szeretetében nőttél fel, ugye édesapád erdélyi származása, népdalokat megszerettette veled, aztán a rádió gyerekkórusával beutaztad a világot, és jött a nagy döntési lehetőség, hogy merre tovább, színművészeti vagy zeneakadémiai, és akkor te földobtál egy érmét. Az egész gyerekkorom a kórussal telt, és azt nagyon el tudtam képzelni, hogy nekem lesz egy kórusom, és majd állok és vezénylek, és hogy a zene, hiszen előbb kezdtem énekelni, mint beszélni, ez is volt még az életemben, és akkor tényleg az volt, hogy mivel nem lehetett egyszerre két művészeti intézménybe jelentkezni, hát akkor tényleg az döntött, mivel mind a kettőre készültem, hogy hát akkor most idén megpróbálom ezt, gondoltam jövőre, ha nem vesznek föl, felpróbálom azt, és akkor ezt így csináltam volna. Közben meg elmegyek az ELTÉ-re. Melyik volt a fej, és melyik az írás?
most erre már így nem emlékszem, csak arra, hogy akkor kijött az, hogy akkor megyek a színművészetére, jó, akkor megpróbálom. De úgy tulajdonképpen úgy egy kicsit az esélytelenek nyugalmával jelentkeztem, főleg, hogy csak egy osztály indult a mi évfolyamunkban, Horvai István, Kapás Dezső indítottak prózai osztályt, és mindenképpen oda akartam menni, úgy voltam vele, hogy én énekelni már úgy is tudok, már amennyire úgy gondoltam, hogy nekem erre most szükségem van, de most én inkább komoly prózai színművészetet szeretnék tanulni. De azért a felvételire elvittem a gitáromat, hogy gondoltam, azt olyan sokan nem fognak gitárral menni és kísérni magukat, legalább megjegyeznek. És, de egyébként így is volt, tehát, hogy, mert rögtön azt avval kezdték, ez egy nagyon jó technika a részükről, hogy ezt a sok izguló fiatalt, akik bejönnek, hát biztos tudod, de hát szörnyű tud lenni egy ilyen, és ez visszajött nekem a Mamma Mia meghallgatáson is, ez az érzés, hogy bemész, és lent ott a nagy sötétbe ül négy ember, és ez egy nagyon feszült helyzet, tehát az ember sokkal-sokkal jobban izgul, mint bármilyen más helyzetben, és hogyha jók, akik meghallgatnak, ezt átérzik, és akkor feloldják ezt a helyzetet valahogy. Például úgy a főiskolán azt mondták, hogy na most mit szeretne mondani, vagy mit szeretne csinálni? Hát mondom, én énekelnék egy népdalcsokrot, ha lehetne a gitárral. Énekeljen, mondták, és akkor, és mit szeretne mondani? Tehát tulajdonképpen hagyták, hogy azt csináljuk, amit akarok, és akkor tovább jutottam. És utána már ők kértek, de akkor már ugye az ember az első sokkon túl van. De hogy ez visszajön 40 év, vagy nem tudom hány év után a Mamma Mia castingon, hát, szóval ez nagyon furcsa volt. Szóval Platonovval vizsgáztál prózai színésznőként, aztán jöttek a vidéki színházak, Győr, Veszprém, Pécs, Pécset kezdtem, igen, és onnan mentem. De utána igazából a karriered az Evitával indult el, hát, és miután te ezzel berobbantál, már a zeneszerzők kifejezetten a te alkatodra, hangterjedelmedre írták a dalokat. Ilyen volt többek között a Kolumbusz Izabellája is. Hogyha dél felé mennék, ott Indián túl, egy hatalmas földrészen lehetnék úr. A földön, e gömbön nincsen határ, s ott is egy új ország vár. Mert mindig új úton jár a jövő, mindig új köten az idő, mindig új vizen jár a folyó. Új gondolatnak teste hosszú, mindig új úton jár a jövő. Mindig új halott vár, új kikötő, mindig új út. Minden percben új a világ, új táj. Érte, s a terve tetszik nékem. Kérem. Már megmondtam, hogy értem újra. Csak elmenne egy útra, jól van. Már megmondtam, hogy jól van. Most menjen, és ne keressen engem, kérem. És reméljen, mint régen, s kaptál négy újabb hajót, aztán újra. És mehet újabb útra, menjen. Mennyire volt sorszerű, hogy te beléptél a balettcipőbe, és meglátta benned a nagy őt, a férjed, Fábri Péter. Ő ezt meg is írt a dalban. Igen, akkor eléneklem ezt a pici dal részletet, ami így szól, hogy 85. július balettcipő, vörös bort ittam és belépett ő. Így hát most azt a dalt énekelem, amit arról az estéről ő írt nekem. Igen, ezt megírta ő az én számba adva, mintha én látnám. Na de neked is ez volt, hogy megláttad a Pétert, ő a nagy ő. Nem, ez nem, nekem ez nem így volt, hogy összehoztak minket. Tehát aha, volt egy közös barátunk, és az kitalálta, hogy mi milyen jól
passzolnánk, és akkor így összeboronált minket. Hány éve most már? Hány évtizede? Júj! Hát ahogy a dalban elmondom, hogy 85 július. Igen. Igen, igen. És 86-ban esküdtünk, és 87-ben született meg a lányunk. És a lányod már egy éves korában lemezre énekelt. Énekelt, egy szót. Igen. Igen, az az ő beceneve, hogy Titi, és az, hogy Tititá, íródott neki egy altatódal, a Tititá, és becipeltük a stúdióba. És ez egy helyes történet, mert hát egy éves kisgyerek, semmit, hát még alig, vagy másfél lehetett, nem is tudom pontosan, igen. És odaültettük a mikrofonhoz, és hát persze minden tetszett neki, de nem, otthon mondta, hogy tá-tá-tá, tá-tá-tá, ilyeneket mondott. De próbáltuk rávenni, vagy fél óráig, hogy egyszer próbálja belemondani a mikrofonba, mert annyira szeretnénk föl használni. Azt, és akkor igen, és most megvan örökítve, megvan, hál' Istennek, egyszer elmondta. A szerelem jó, pláne, hogyha old és köt. És ezt is megírta neked a Galai férjed. Galai Péter és Fábri Péter. Galai igen. Péter és Fábri Péter, mert a szerelem jó. Ez a szerelem az ív és szív, milyen ügyesen kül és hív, milyen ügyesen húz és lök, hisz a szerelem old és köt, hisz a szerelem tág, zöld táj, hisz a szerelem szép és fáj, hisz a szerelem csönd. Nem csak színésznőként, énekesnőként is nagyon sikeres, vagy 13 boldog lemez birtokosa. Hát mert találkoztam remek szerzőkkel, ez azért van, igen. És hát az első, ugye az egyik első volt a Füttyös Gyuri, ami rögtön belement a köztudatba. A legutóbbi, ez a Biblia Show, ez már sokkal magasztosabb hangvétel. Olyanokkal foglalkozik, hogy mit vinnél magaddal a bárkára? Na, te mit vinnél magaddal a bárkára? Hát én ezt elmondom a dalban, csupa olyat, amit tulajdonképpen nem lehet elvinni, mert az ember, én elvinnem a várost, az utcát. Az eget, a földet. Az eget és azokat az embereket, akiket szeretek. Elvinnéd magaddal a Kovács Kriszta Quintettet? Hát őket is elvinném természetesen. Igen. El is vitted magaddal Amerikába, és turnéztatok. Voltunk, igen, igen. Tulajdonképpen a Budapest Bámészkó volt az első lemezünk, amit így együtt csináltunk, és akkor így adódott a lehetőség, hogy kinti magyarokhoz elmehettünk, és hát nagyon boldogan mentünk, és nagyon klassz turnét csináltunk. Elvinnéd magaddal a bárkára a Baltazár színházat? Hát őket elsőként. Őket elsőként, mert ők a szívem csücskei. Baltazár színház, mondom a nézőknek, aki nem tudná, hogy ők Down-szindrómás színművészek, és én velük csinálok színházat, pontosabban Elek Dóra a színház vezetője, és én ott rendezek, illetve tanítok nekik színészmesterséget, és ez egy nagy élmény, mert én is próbálok nekik valamit átadni, de hogy ők tőlük mit kapok, az sokkal több. Én találkoztam velük, és azt mondták nekem, hogy nem az a sérült, akinek a fizikuma sérült, hanem akinek a lelke beteg. És nekik a lelkük gyönyörű, színűtik vannak szeretettel. Ez így van. Tehát te oda bemész, az biztos, hogy agyon ölelgetnek. Sajnos most ebben a covidos időszakban nem lehet, de feltöltődés velük lenni tényleg. Nem mondom, hogy szakmailag könnyű, mert nem könnyű, mert akkor hazudnék, mert velük, hogyha az ember elképzel valamit, és van, szeretném azt velük megcsinálni, az sokkal-sokkal több időt és türelmet
kíván az embertől, ami nekem amúgy zárójelbe teszem hozzá, nekem családom szerint kevés van, de én ezt tanulom, ezt a türelmet, főleg a baltazárosoktól. A Biblia só egyik dala, amelyik nagyon tetszik nekem, amikor a jó Isten megteremté a nőt, bár egy kicsit bizonytalan, hogy szükség van erre, meg kell-e, meg az eredeti tervben talán nincs is benne a nő, de azért milyen jó, hogy megteremtett minket. Hát ugye. Köszönjük, édes jó Istenem, hogy megteremtetted a nőt. Kimaradt a tervből valami még, töprengett az égben ő, mert valami fontos kellene még, talán a nő, úgy van ő hiányzik még, a nő. A nő rájött, hogy ez kell még, a nő, akitől értelmet nyert a lét, a nő. És így már hátradőlt. Alkotott férfit és alkotott nőt, jó legyen ez a kettő egy pár. Otthonuk ez a kert, ilyen a szerelem, értük van ez a föld, nekik adom át már. Úgy, ahogy kijönnek egymással ők, bár ez a dolog sok bajjal jár. Mert mi a szerelem, kölcsönös türelem, mondta és teremtett nőt. A nő rájött, hogy ez kell még, a nő, akitől értelmet nyert a lét, a nő. A nő, a nő, a nő. Hullámhegyek, nem csak hullámhegyek, hullámvölgyek, de hogy nem, persze. Az életedben, amikor gondolom nagy menedék volt, talán két dolog. Az egyik mindig a zene, és a másik a családod, vagy fordítva. Tehát igen, de rájuk mindig támaszkodhattál. De én lett egy rádióműsorom, és ennek is volt már egy előzménye. Tehát még sokkal-sokkal, sok évvel ezelőtt én ezt a Fuga rádióban próbáltam ki, ahol én dolgoztam, ott volt előadásom, csináltam előadást is, és akkor ott kipróbáltam ezt a műfajt, hogy rádió. Tehát amikor én ültem abban a szerepben, amiben most te ülsz, és faggattam olyan embereket, mindig csak olyanokat, akiket én szerettem, és akiket becsültem, és kíváncsi vagyok. Akikre nagyon felkészültél, gondolom. És én arra nagyon felkészültem. Úgyhogy amikor most lett egy saját műsorom a Klubrádióban, az a cím, hogy Kovács Műhely, ott is nagyon érdekesen hívok meg olyan embereket, akik rezonálnak, vagy mindig kiválasztok egy dalt, most itt van ez a nő teremtése, tehát annak kapcsán is hívok egy biblia szakértőt részben, így hívok egy ott például egy nő politikával, feminizmus és egyéb kérdése, női kérdésekkel foglalkozó szakembert, és akkor erről a témáról beszélgetünk, amit a dal ad. Tehát itt ez adja a műsor keretét. Hát ez is egy nagyon érdekes ajándék nekem, hát hogy neked is nyilván, hogy ez egy egész másfajta szerep, de az ember felkészül rá, és sok érdekes emberrel beszélget, és sok igen, érdekes igen. témát is megismer. Tehát én szeretek tanulni, és akkor mindig beleásom magam abba az adott témába, és nem is gondolnám, hogy az én saját dalomban, illetve hát gondolom, mert a Péter elképesztő szövegeket írt, tehát ott van mögötte az a kulturális egész háttér, amit fel lehet kutatni ezekben a beszélgetésekben, és ezért ez nagyon élvezetes számomra. Igazából téged végigkísért a Péterent Péter, mert ugye eleinte a Gallai, ja, igen, Péter, Gallai Péter írt a Fábri Péter, most pedig a Wolf Péter, igen, a szerző, a Biblia sónak, igen. Igen, Péterek, ha találkoznak, valamiért ez úgy látszik bele van kódolva, igen, az életedbe. Sorsszerű lehetett az is, ahogy rád talált a Mamma Mia Donnája, mert ugye
ez egy nagyon női darab. Hál' Istennek. Nő írta. Hál' Istennek. A nők győznek benne. És a nők a főszereplők. A nők a főszereplők. Tegyük hozzá, hát hány ilyen darab van, nincs olyan sok. Mindig a férfiak. A férfiak és a nők ott vannak mögöttük. Na most képzeld el azt a tapsrendet, hogy most mi nők hajlunk meg utoljára, és nem a fiúk. Tehát azért, és itt mi visszük a prímet, és a fiúk játszanak kvázi alánk. Nagyon jól, és Isten ilyen, de azért ez egy női darab. Úgyhogy én... nagyon köszönöm a szerzőknek, és természetesen az Abbának is, hogy megírták ezeket a fantasztikus slágereket, és ott is a csajok énekelnek végül. De hogy? Nem és akár, még hogy? És hogy a Meryl Streep állítólag, amikor volt meghallgatáson, akkor elsőként a The Winner Takes It All dalt énekelte, és rögtön elsőre tökéletesen fölénekelte. Igen? Állítólag, igen. Hát ő jól énekelt. A stúdióban. Ő jól énekelt mindig is. De láttam is egy fotót, amikor te a Hollywoodban, a Csillagok sétányán, ott vagy a Meryl Streepnél. Nagy kedvenced? Én nagyon szeretem, nagyon remek színésznő, és minden szerepében élvezetes. Nem csak gyönyörű, de tud csúnya lenni, és hát milyen volt a Vaslédiben, nem tudom, láttad-e a Margaret Thatcher-t, ahogy eljátszott. Egyszerűen hihetetlen, elképesztő. Miközben humora van, drámai ereje, szóval ő tényleg ilyen. Tehát hát ő azért valahol példaképed is, követendő példa. Igen, nagyon szeretem. Tehát igen, lehet így mondani, persze, de szóval ő tényleg remek. És így egy kicsit visszanézve az életutadra, amiben hát volt MIPA koncert, volt mélypont, amikor neked kellett megvenni a kis kellékeket, hogyha valamit akartál, egyről kettőre jutni. Mennyire érzed azt, hogy mindennek ideje van? Elkezdtem saját produkciókat csinálni, úgy értve, hogy színházi produkciókat kompletten A-tól Z-ig. És ez egy nagy tanulási folyamat, hogy nem csak, hogy összehozni, anyagilag pályázni rá, helyet találni, utána színészeket meggyőzni, hogy gyere velem dolgozni sokat kevés pénzért. Bizony. És utána... Az ügyet szolgálva. Hát nem is az ügyet, hanem jó előadást csinálni, jó munkában részt venni, jó kollégákkal dolgozni, klassz anyagban. Csak, és akkor utána még azt bevezetni, hát az már nehezebben ment nekem, hogy ezt eladni, tehát az már nem annyira, de odáig azt nagyon élveztem. És a rendezés, tudod, a rendezés is olyan, hogy ha az egészről van egy képem, meg vízium, akkor belemerek vágni. Akkor nagyjából utána már a próbákon, a fantasztikus tehetségű művészekkel, az már élmény, és akkor tehetséges vagyok, mert ők is tehetségesek, és akkor az egy oda-vissza játék, egy pingpong meccs. Milyen vagy, mint rendező? Hagyod érvényesülni a kollégákat? Én nekem szükségem vagy inkább elképzelésed van, és abba belehelyezed nekem őket. Van egy nagyon erős vízióm arról, amit csinálok, de abszolút ez egy párbeszéd a színészekkel, úgy gondolom. Tehát eszembe nem jutna olyat kérni, ami neki nem áll jól, vagy nem szereti, vagy nem érzi azt, de persze, vagy ha mutat jobbat, rögtön megveszem, nem erről van szó, de ha meg nem mutat, vagy azért az egész képébe muszáj, hogy azt értse. Tehát, hogyha van a dolognak egy stílusa, van egy valamiféle jelrendszer, amit én várnék tőle, akkor az elég fontos, hogy az meglegyen. Én azt vallom, hogy mindig a megfelelő időben jön el a megfelelő ember és a megfelelő szerep, a megfelelő feladat. Uh-huh. Hogy ezekhez fel kell nőni, vagy meg kell érni egy bizonyos feladathoz, hogy te azt hitelesen add elő, mondjuk például, mint a Mamma Mia-t. Úgyhogy nem véletlen, hogy ez a dalod is erről szól, hogy mindennek ideje van. Szél fúj, szál, kavarog a por, rövid örömök, s betakar a rök, kész, így van jó. Ideje van. Na 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 na.
ideje van. Na 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 na. Mindennek ideje van. Na 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 na. Édes Kriszta, ahogy énekelted, mindennek ideje van, és sajnos a műsoridőnek is ideje van. Igen, tudom. De, na, igen. Nagyon jó volt veled beszélgetni, mondanánk azt, hogy folyt köv. Köszönöm szépen. És kívánok neked sok erőt ahhoz, hogy megvalósítsd a további álmaidat, és az eddigieket pedig még tovább tud fejleszteni, úgy a magánéletben, mint a színpadon, mert hiszen a lányoddal, ugye... Pont ezt akartam, hogy még a lányomat szóba se hoztam. Aki viszont játszik ezen a lemezen, tehát velünk van ebben. Dehogy nem, hát a Tititát kimondta. A Tititát, a Tititát, igen, ő mondta, ez is igaz, de ő egy felnőtt. Hogy a Flórával tervezett közös programjaitok is megvalósulnak, hiszen ő egy sikeres zenész. Hát ő egy sikeres, komoly zenész, csembaló művész, Németországban él, és ez az első közös projektünk, a Biblia Show, hiszen ebben ő játszik csembalón. Hát akkor szívből kívánom, hogy ez a Biblia Show közösen eljuthasson minél több emberhez, és örömet szerezzetek vele, ahogy remélhetőleg önöknek is sikerült örömet szerezni ezzel a műsorral. Köszönjük, hogy velünk voltak, Isten áldja önöket, a viszontlátásra. Csoda az élet, csoda, hogy élek, csoda, hogy nevetsz, és csoda, hogy nevetek véled. Csoda az élet, csoda, hogy élek, csoda, hogy örökkön örökké csodát remélek. A műsor együttműködő partnere az Ázsia Center.